A hagyományőrzésnek a fiatalabb generáció életében fontos szerepe van. Így megtanulhatják, hogyan éltek évtizedekkel ezelőtt az emberek, és milyen szokások játszottak fontos szerepet az életükben, vagy éppen milyen táncokat táncoltak, és milyen dalokat énekeltek, amikor a szórakozáson volt a sor. A Heimattábornak éppen utóbbi megismertetése volt a célja. A fiatalok, akik részt vettek az ötnapos táborban, különböző táncokon és dalokon keresztül ismerhették meg sváb ősei kultúráját. A táborba már harmadik éve visszajáró Apül Zsóka is ezt tartotta a legfontosabbnak, amellett, hogy azért szeret a táborba járni, mert remek a hangulat és sok barátot szerzett, mióta táborozni jár. Nem először vagyok itt. Körülbelül minden évben megrendezik, tavaly ugyanekkor volt, csak akkor elutaztunk Váraljára is, és tavaly előtt pedig novemberben rendezték meg, akkor pedig még kezdők voltunk, és akkor az alapokat vettük át. Akkor tanultunk meg keringőzni, akkor tanultuk meg a polkát és az alaplépéseket, de most már külön koreográfiákat tanulunk meg. A hangulat az mindig nagyon jó, egy nagyon jó csapat alakult ki 3 év alatt, és 1 éve csatlakoztak hozzánk a kisebbek is, és nagyon jól összeérett ez a csapat. Én nagyon szeretek itt lenni. Zsóka szerint fontos, hogy fiatalabb korban is megtanulják ezeket a táncokat, mert ez jó hatással van a mozgás kultúrájukra, és így közelebb hozza őket a népi kultúrához is. A lány nagypapája is sváb származású volt, innen ered az ő szeretete is a táncok és dalok iránt. Ez egy olyan dolog, aminek nem szabad kihalnia, mert ez is a történelemnek egy része. Tehát olyan, mintha egy ilyen történelem órán lennénk, csak egy kicsit meg van fűszerezve érdekesebb dolgokkal. Egy történelem óra és egy tesi óra összevonása. Ugyanígy vélekedik, amíg csak 14 éves Koláb Márk is, aki először vett részt a Heimattáborban. Stábunknak azt mondta, hogy életre szóló élményekkel lett gazdagabb, és az is biztos, hogy jövőre is visszatér táncolni és énekelni. Ez az első táborom. December óta kezdtem el német táncra járni, mert sváb származású vagyok, és gondoltam, hogy elkezdem. A régi iskolámban is táncoltam, meg hát még azért, hogy gondoltam, fejlesztek kicsit a német tudásomat, meg hogy jobban tudjak táncolni. Jó a közösség, jókat lehet itt szórakozni, tanulunk új táncokat, meg így a régi énekeket előveszik. Bátaszéki Heimat német nemzetiségi tánccsoport vezetője azt mondja, már harmadik éve, hogy megrendezik ezt a tábort, és ez idő alatt rengeteget nevettek a gyerekekkel, sok táncot és éneket sikerült nekik megtanítani. 3 évvel ezelőtt vettem át a tánccsoportot, a nagyokat, és szeptembertől indultak az utánpótlás, akkor még ugye úgy hívtuk, hogy utánpótlás csoport, és akkor már elkezdtünk ilyen intenzív, az őszi szünetben intenzív próbát tartani, ami 3 napos volt, és akkor rákövetkező évtől, úgyhogy 17, 18, 19, ez a harmadik év, hogy most a csoportokat így helyszinten egy hétre tánctáborra becsalogattuk. Elsősorban most ugye az ének dolgokat, az ének, amiket én megtanultam annó énekeket, ugye 77-ben alakult a tánccsoport, és én ott alapító tag voltam, táncoltam 7 évig, és hát az élet úgy hozta, ugye, hogy akkor 16-ban megkaptam a csoportot, átvettem őket, és ugye amit én megtanultam annó a Glöckner János keze alatt, én próbálom a táncok mellé az énekeket is hozzárakni, ugye, mert a János bácsi idejében is azért az ének az fontos volt.
A tánccsoport vezetője szerint fontos, hogy a gyerekek már korán elkezdjenek megismerkedni a hagyományaikkal és elődeik szokásaival, hiszen így tovább tudják örökíteni azt, és ennek köszönhetően a sváb és német kultúra hosszú ideig fent tud maradni. Én úgy gondolom, hogy itt, ahogy például a Márk is megemlítette, ugye, akik sváb gyökerekkel rendelkeznek, az identitástudat, hát most az nem tudom, hogy mennyire hagyományőrzés, mert mi a szószoros értelmében nem hagyományőrző csoport vagyunk, hanem mi a Glöckner János hagyományait táncoljuk, azt visszük tovább, amit a János bácsi nekünk anno megtanított, azt adjuk tovább, és azért a hagyományőrzést azt olyan téren tesszük, hogy hagyományőrző tánccsoportoknak, amik készültek koreográfiák, mi azokat ugye szintén megtanuljuk és előadjuk. Ugye az idei évünk, meg a tavalyi év is a Csóri Sándor pályázatba lehetővé tette, hogy tudjunk koreográfiát vásárolni, és ezáltal így a hagyományőrző tánccsoportokkal is, a munkásságukkal is, a lépésükkel is megismerkedtünk, és akkor ezt próbáljuk most a segítőkkel átadni így a kisebb csoportoknak is. A Heimat Német Nemzetiségi Tánccsoport vezetője sokáig Glöckner János volt. Ma az ő örökségét viszik tovább, és Kordai név Varga Gabriella vezetésével a fiatalok és idősebbek bátaszéken. János bácsi sajnos már nincs közöttünk, ugye ő meghalt, és hát ezt az űrt, régen sem volt, most sincs olyan ember, aki őt tudná pótolni. Hát megpróbáljuk helyre rakni úgy a dolgokat, a táncokat, a lépéseket, és vinni tovább azt, amit ő megálmodott, megkoreografált, ő is gyűjtött, abból csinált táncokat, koreográfiákat, és azért próbáljuk a különféle korosztályoknak ezt átadni. A tánccsoport jelenlegi vezetője szerint lehetetlen az előző vezető helyébe lépni, de látván a fiatalok igyekezetét és eredményeit, jó úton haladnak afelé, hogy ők is megőrizzék elődeik kultúráját.